Isten az, aki ismeri az embert, és Isten tudja pontosan, hogy az ember mennyire egy összetett lény, és hogyan tevődik össze, és a bűn miatt mennyire megromlott az ember, és mennyire szüksége van arra, hogy, hogy a teljes személyiségeben egy helyreállítás történjen. És tudjátok, amikor mi újjászülettünk, akkor tulajdonképpen a mi bensőnkben, a mi szellemünkben már ezt megkaptuk akkor, amikor újjászülettünk, valóban, ahogy a Klaudia is mondta, hogy minden ott van bennünk. Mert amikor az Úr belénk költözött, amikor Krisztus szelleme belénk költözött, akkor ő mindent hozott magával, ami az övé. Mindent. Minden bennünk van. Tulajdonképpen ilyen értelemben azt kell mondanom, hogy a mennyei Jeruzsálem is bennünk van. Bennünk van a mennyei Jeruzsálem. A mennyei Jeruzsálem nincs messze tőlünk. A mennyei Jeruzsálem bennünk van. A mennyei Jeruzsálemben nincsen betegség. A mennyei Jeruzsálemben nincsenek démonok, nincsenek démonizált angyalok, démonizált emberek, nincsenek pszichikai betegek a mennyei Jeruzsálemben. A mennyei Jeruzsálemben kicsattanó egészség van, kicsattanó szentség van, szabadság van a mennyei Jeruzsálemben, és amikor mi újjászülettünk, akkor ezt az Úr mind behozta a mi szellemünkbe. Innentől fogva ez ki kell terjedjen a mi lelkünkre, és majd ki kell terjedjen ez a testünkre is. És ez az a helyreállítási folyamat, amit ugye mi megszentelődésnek is szoktunk hívni, de nyugodtan hívhatjuk ezt tulajdonképpen gyógyulási folyamatnak is. A két fogalom nincs távol egymástól. És hadd mondjak nektek még egy dolgot, hogy miért érzem azt, hogy Isten arra vezet, hogy ma mégis erről beszélek. Én tudom, hogy nagyon furcsa az, hogy egy vak ember a gyógyulásról beszél. De hadd mondjam neked egy nagyon fontos dolgot, amit általában újjászületett emberek nagyon nehezen tudnak tudomásul venni, ez nagyon nehezen megy át a gondolkodásmódunkba. Három fajta világ van. Lehet, hogy több fajta is van. Most filozofálgassunk egy kicsit. Három fajta világ van. Van a sátánnak a világa, ez az irrealitásnak, az irreális világ, az irrealitásnak a világa, ahol betegség van, démonok vannak, bűnök vannak, éhezés van, szegénység, átok, mindenféle mocskos, gonosz nyavaja, a halálangyala, és minden aljasság, amit az ember még el se tud képzelni. Aztán van a relatív világ, ez az anyagi világ, ahol az anyagi világban tulajdonképpen nincsenek abszolútumok, és azért nincsenek abszolútumok, mert mondjuk a fizikusok rájönnek valamire, az anyagi világban rájönnek egy törvényszerűségre, ők azt gondolják, hogy az abszolútum, majd 50 év múlva jön egy másik tudós, és felülírja, és azt mondja, hogy én rájöttem egy újabb dologra, igaz, amit a tudós barátunk mondott 50 évvel ezelőtt, de hát ezt még ki kell egészíteni az A-szor, B-szer, C-szer, D-szer, M-szer, Y-szor, X-szer szorozva, stb. És akkor tudjátok, ismeritek ezeket. És ez tulajdonképpen azért van, mert az ember kutatja az anyagi világot, és mindig rájön arra, hogy az anyagi világban olyan értelme nincsenek, van, biztos, hogy vannak abszolútumok, de ezeket az abszolútumokat valójában Isten ismeri, az ember nem ismeri. Az ember csak kutat benne, és eljut, ameddig eljut. És van a valóság. Van a valóság. Tehát ugye mondtam, hogy van az irrealitásnak a világa, van a relativitásnak a világa, és van a valóság. És a valóság az az Istennek a világa. A valóság az a mennyei világ, testvérek. És a mennyei világban azt olvassuk, hogy Jézus sebeivel meggyógyultunk. Azt olvassuk, hogy ő felvitte a testében a bűneinket és a betegségeinket a fára, és meggyógyultunk az ő sebeiben. És azt olvassuk, ami írva van, hogy ő megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. És azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus gazdag létére, szegény élet éltünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. És azt olvassuk ott a mennyei világnak a valóságában, hogy van szabadulás az átokból, van szabadulás a démonoktól, van szabadulás a pszichikai problémákból, van gyógyír a rossz házasságra, vagy mit tudom én, bármit mondhatnék. És egy újjászületett embernek hinnie kell ebben a valóságban.
hinnie kell, akkor is, hogyha a jelenlegi tapasztalatok nem igazolják ezt. Akkor is hinni kell, értitek? De ez csak újjászületés által megy. Emlékeztek rá, hogy ezt a múltkor említettem, hogyha ezt valaki újjászületés nélkül próbálja meg, az bigottság, az fanatizmus, az őrültség. Egyedül egy újjászületett ember képes elhinni azt, hogy az Isten igéje igaz. Hogy Istennek igaza van. És akkor olvassunk igét, tehát tulajdonképpen ezért merek prédikálni most erről, mert én a valóságot fogom prédikálni, azt a valóságot, amit lehet, hogy a tapasztalataink még nem nagyon támasztanak alá, de akkor is valóság. És tudjátok, hogy nagyon sokszor a hit emberei is évezredeken át ugyanebben a idézőjelben problémában voltak, hogy távolról üdvözölték az ígéreteket, de akkor is hittek a mennyei valóságban. És az első ige, amihez lapozzunk oda, 2 Mózes 15-től 22-től 27-ig, ugye így írtuk a javított verzióban. 2 Mózes 15-22-től 27-ig imit fordítás. És elindította Mózes Izraelt a Nádas tengertől, és mentek Súr pusztájába. Mentek 3 napig a pusztában, és nem találtak vizet. Elérkeztek Móróba, de nem tudtak vizet inni Móróból, mert keserű volt az, azért nevezték el Mórónak keserű. És zúgolódott a nép Mózes ellen, mondván, mit igyunk? Ő pedig kiáltott az örökkévalóhoz, és az örökkévaló mutatott neki egy fát, ő beledobta a vízbe, és édes lett a víz. Ott adott neki törvényt és jogot, és ott megkísértette őt, és mondta, ha hallgatni fogsz az örökkévaló a te Istened szavára, és azt, ami helyes, az ő szemeiben teszed, figyelsz parancsolataira, megőrzöd mind a törvényeit, Mindam a betegséget, melyet Egyiptomra bocsátottam, nem fogom rád bocsátani, mert én vagyok az örökkévaló, a te gyógyító. Oké, és még egy igét nézünk. Zsoltár szája, van tovább? Van még a 27-es. Igen. 27-es. És elérkeztek Élimbe, ott pedig volt 12 vízforrás és 70 pálma, és táboroztak ott a víz mellett. Amen. Amen. És még egy igét nézünk. Ez a Zsoltár 105 és 37-es vers. Így van, igen. Erre kivonultatta őket ezüsttel és arannyal és törzsei közt nem volt gyöngélkedő. Amen. Amen. Figyeljetek ide, egy hatalmas győzelem után, miután az egyiptomiakat ugye Isten elbánt velük, és aztán a 15. fejezetben, 2 Mózes 15-ben olvasunk arról, hogy öröméneket énekeltek, és utána aztán tovább mentek, találtak vizet a vándorlás során, de ez a víz, ez keserű volt. Múrónál, vagy úgy is olvasok egy másik fordításban, vagy Máránál. Mindegyik jó igazából, maradjunk, mi most mondjuk azt, hogy Máránál. Ekkor ugye a nép elkezdett zúgulódni, és mondják, hogy Mózeshez oda mentek, hogy most mi legyen. Mózes az Úrhoz kiáltott, az Isten mutatott neki egy fát, az bedobta, és édes lett a víz. Egy nagyon érdekes dolgot hadd mondjak nektek. A Szentírásban több helyen ez a keserű és az édes, ez sokszor, mintha párhuzamosan együtt lennének. Itt keserű volt a víz, bedobta Mózes a fát, édes lett a víz. Ezékiel megette a tekercset, ami keserű volt és édes. Ugye? Emlékeztek rá? János megette szintén a tekercset, édes volt a szájában, és a gyomrában keserű lett. Valahogy ez a kettő, ez sokszor együtt fut. És ez azt mutatja számunkra, hogy az életnek van egy olyan realitása, egy olyan keserű realitása sokszor, amit Isten nem szüntet meg, vagy legalábbis nem szüntet meg azonnal. Ugyanis ezeket a helyzeteket Isten
felhasználja arra, hogy te az Úrhoz kiálts. Ezeket a helyzeteket használja fel Isten, mert ha ez nem lenne, és minden olyan nagyon jó lenne, olyan svédországi jóléted lenne, vagy nem tudom, bármilyen országot mondhatnék, akkor te soha nem kiáltanál az Úrhoz. Ezért Isten különösen az ő gyermekeit, de azt gondolom, hogy a világot is beleengedi olyan helyzetekbe, olyan keserű helyzetekbe, nehéz helyzetekbe, ahol van reménység, hogy hát ha az ember végre fölkiált az Úrhoz, mint ahogy Mózesnek is mondták, hogy imádkozzon, kiáltson az Úrhoz, és ekkor Isten mutatott egy fát Mózesnek. És tudjátok, mindig ez történik, hogy van egy nehéz helyzet, te felkiáltasz az Úrhoz, az Úr mutat neked egy megoldást, hogy a keserűt hogyan tudod édessé átváltoztatni. Ez, hogy a keserű édessé átváltozik, ez nem jelenti, ez nem minden esetben azt jelenti, hogy a probléma azonnal megszűnik, és azonnal megváltozik. Ilyen is van, és van ilyen, hála Istennek, de nagyon sokszor ez azt is jelenti, hogy először te változol meg belül. Te változol meg belül. És ezért mondtam azt, hogy amikor én a gyógyulásról beszélek, akkor nagyon kérlek benneteket, hogy ne csupán a fizikai gyógyulásra fókuszáljatok, hanem fókuszáljatok arra, hogy a bensőnkben is gyógyulásról gyógyulásra kell mennünk. A bensőnkben is gyógyulásokat kell átélnünk, gyógyulásokat kell tapasztalnunk, mert az élet nagyon sokszor hoz olyan kihívásokat, amik igenis sérüléseket okoznak bennünk, és ezekből nekünk gyógyulnunk kell. És a gyógyulás, például ha egy ember, tegyük fel, megbánt engem, akkor a gyógyulás nem feltétlenül mindig úgy fog megtörténni, hogy az az ember hirtelen megvilágosodik, és rájön arra, hogy nagyon megbántott engem, mert mit tudom én, beszólt nekem, hogy rosszul áll a frizurám, és ezért én megsértődtem. És akkor odajön, és bocsánatot kér. Nagyon sokszor a gyógyulás úgy történik, hogy én változok meg belül, és végre rájövök arra, hogy nincs jelentősége ennek a pitiáner dolognak. Érted? Most én nagyon egyszerű, banális dolgot mondtam neked. Mi történik ebben a helyzetben? A keserű átváltozott édessé. Mi az a fa, amit ebben az esetben most bedobhatsz a vízbe? Mit jelent ez a számunkra? Mi ez a fa? Ez a Golgotai kereszt. Jézus Krisztus keresztje, kereszt áldozata. Az a fa, amihez te oda mehetsz, és foghatod, és beledobhatod abba a helyzetbe, amiben benne vagy, érted? Belehelyezheted Jézus Krisztus kereszt áldozatát abba a helyzetbe, amiben éppen benne vagy. Hogyan helyezed bele? Hát úgy helyezed bele, hogy az imádban, amikor az Istenhez imádkozol, abban az adott helyzetben, abban az adott szükségben, amiben benne vagy, alkalmazod a megváltást. Tehát rájössz arra, elhiszed azt, hogy a megváltás az arra a helyzetre is vonatkozik, amiben te éppen benne vagy. Tehát mentél az úton autóval, és a szomszédos autóból valaki lehúzta az ablakot, és átkiáltott neked a te nyitott ablakodon keresztül, hogy anyádat, és te ebben megsérülsz, és úgy jössz be a gyülekezetbe, hogy potyognak a könnyeid, mert az utcán valaki egy terepjáróból átkiáltott, hogy anyádat, akkor te fogod ezt a helyzetet, oda viszed az Isten elé, és elmondod az Úrnak, hogy Uram, hiszem, hogy a megváltás erre a területre is vonatkozik. És akkor betölt a Szent Szellem, és rájössz arra, hogy nincs jelentősége, ez az egész egy jelentéktelen dolog. És el tudod engedni, direkt ilyen pitiáner, nem akarok felhozni házassági problémát, meg mit tudom én mit, mert ebből a nagyon egyszerű példából meg kell értsétek, hogy miről beszélek. Tehát azt, hogy a fát bedobod a vízbe, az azt jelenti, hogy bedobod abba a szükséghelyzetbe, amiben benne vagy. Arra a szükséghelyzetre, amiben benne vagy, arra alkalmazod a megváltásnak az igazságát, a megváltásról szóló, a kereszt áldozatról szóló igazságot.
alkalmazod ezt, és alkalmazod azt, hogy Isten a kereszten Jézus Krisztus által mindent bevégzettétek, mindent elvégzett. Neked semmi más nem kell tenned, csak arra az adott szükségre, amiben benne vagy, arra kell alkalmaznod ezt az igazságot, hogy minden bevégeztetett. Érted? Minden bevégeztetett. És ezután azt olvassuk, hogy miután édes lett a víz, és miután ittak, azt olvassuk, hogy abban az időben Isten törvényt adott Izraelnek, megpróbálta Izraelt, és közben abból egy mondatot, egy részt kiemel ott az író, és azt mondja, hogy ha az én parancsolataimra figyelsz, ha megtartod az én törvényemet, és én itt nem a betű igére gondolok, nem a Bibliának a paragrafusról paragrafusra történő alkalmazására gondolok, hanem arra gondolok, amit a Szent Szellem neked kijelent, ahogy a Szent Szellem vezet téged. Természetesen a 10 parancsolat érvényes, de értitek, hogy mit akarok mondani. Istennek a parancsolatai, ahogy vele közösségben vagy, ahogy ő vezet téged, ahogy te engedelmeskedsz neki, úgy válik a te életedben is igazá az, amit itt az ige mond, hogy egyetlen egy nyavaját, betegséget nem bocsátok rád Egyiptomnak a betegségei közül. Mert én az Úr, én az örökkévaló vagyok a te gyógyítód, a te orvosod, a te orvosod. Tehát miután mi újjászülettünk, és újjászülettünk a legtöbben, akik itt vagyunk, óriási potenciál van bennünk. Óriási lehetőségünk van, mert van egy ígéretünk arra nézve, hogy ha mi benne maradunk az Úrban, vele élünk és vele járunk, akkor ő vele, mint orvossal és mint a mi orvosunkkal fogunk találkozni. Nem csak gyógyítónk, ő ennél sokkal több a számunkra. Sokkal több. Sőt, úgy is mondanám, nem csak gyógyulást ad Isten, hanem ő maga a gyógyulás a mi számunkra. Egész egyszerűen az ő jelenléte, a vele való közösség, gyógyulás. Gyógyulás vele lenni. Gyógyulás vele közösségben élni. Gyógyulás vele járni. A 105. Zsoltárban, a 37-es versben ír a Zsoltáros erről, hogy tulajdonképpen ez az ígéret Izrael népének az életében beteljesedett. Mert azt mondja az ige, kihozta őket ezüsttel és arannyal, tudjátok hogyan, ezt ismeritek. És ugye a Károli fordításban így van, hogy nemzetségei között nem volt beteges. Az imitben így van, hogy nem volt gyengélkedő. Ez azt jelenti, hogy valóban, ha végignézitek Izraelnek a történetét, a pusztai vándorlást, akkor azt látjátok és azt olvashatjátok, hogy ők egészen addig, amíg az Úrral jártak, hát azért nagyon sokat zúgolódtak, de addig, amíg ők az Úrral jártak, amíg ők az Úrral, Úr felé engedelmességben voltak, addig tulajdonképpen valóban teljes védelem alatt voltak az egészség szempontjából is. Akkor jöttek csak a csapások az életükre, amikor engedetlenségbe kerültek és elkezdtek zúgolódni, de még akkor is volt lehetőség arra, hogy megtérjenek és a csapások elháruljanak róluk. Hogy micsoda fantasztikus védelem alatt voltak. Azt maga Mózes is megjegyzi, amikor azt mondja, hogy a 40 évi vándorlás alatt nem kopott le rólatok a saru, és a ruhátok nem feslett fel, tehát nem szakadt le a... Gondolj bele, 40 évig mentek. 40 évig nagyjából ugyanazok a ruhák voltak rajtuk, és nem kopott le róluk a ruha, nem szakadt szét rajtuk, és a sarujuk nem ment tönkre. Elképesztő természetfeletti klíma alatt voltak. Elképesztő természetfeletti védelem alatt voltak. Ott a sivatagban, a pusztában. És itt azt olvassuk a 105. Zsoltár 37-es versben, nem volt a törzsei között gyengélkedő. Nem voltak beteg emberek a
Izrael 12 törzsében döbbenetes. Döbbenetes, testvérek. Döbbenetes. És tudjátok, ehhez képest, akkor most, ha ránézünk arra, ami nem a mennyei valóság, tehát nem a mennyei valóság, akkor azt kell, hát azt kell látnunk, hogy az egyház tele van betegekkel. És hadd mondjam így is, hogy tele van pszichikailag beteg emberekkel. Tudjátok, a óriási probléma az ma a 21. században, hogy rengeteg lehetőségünk van. Rengeteg lehetőségünk. És a rengeteg lehetőség között általában az Istent utolsó helyre szoktuk tenni. Én most nagyon őszinte leszek hozzátok, tehát én nem vagyok orvos ellenes, nem vagyok tudomány ellenes, nem vagyok oltás ellenes, nem hiszek az összeesküvés elméletekbe, ezekben mind-mind nem hiszek. De olyan módon azt mondom neked, hogy kell legyen benned és bennünk egy egészséges fenntartásnak, hogy azt tudomásul kell vennünk, hogy a mi tudományunk, a mi tudásunk az véges. Véges. Ez azt jelenti, hogy rengeteg problémát nem tudunk megoldani. És hogyha megnézitek, a 21. században nagyon sok mindenre vagyunk képesek, és a legtöbb problémát, a legfontosabb problémákat mai napig nem tudtuk megoldani. Mai napig nem tudtuk megoldani. Most lapozzatok a 2 Krónika 16-hoz. És egy nagyon érdekes igét, és egy nagyon vitatott igét mutatok nektek. 2 Krónika 16-12. Amen. Uralkodása 39. évében megbetegedett. Ászának a lába és betegsége egyre súlyosbodott, de betegségében sem az Úrhoz folyamodott, hanem az orvosokhoz. Amen. Na most itt akkor mi a probléma? Hiszen elmegyünk az orvoshoz, bevesszük a gyógyszert, és jól is tesszük, ezt így is kell csinálni. Ezt kell csinálni. Mi volt a probléma Ászánál, ennél a júdai királynál? Mi volt a probléma? Az volt a probléma vele, hogyha az ő előéletét megnézitek, hogy nagyon sokáig jól ment, egészen addig, amíg Istent kereste, addig Isten adott neki jó előmenetelt. Utána olvastok róla olyanokat, hogyha végignézitek az ő történetét, hogy több alkalommal is, amikor nagy kihívásba került, akkor mindegyikre emberi megoldást talált ki, viszont az emberi megoldásoknak az lett a vége, hogy sokkal több kárt okozott vele, azért, mert az az emberi megoldás nem egyezett meg az Isten tökéletes akaratával, értitek? Az emberi megoldás által elszalasztotta Istennek a tervét arra az adott helyzetre. Figyeljetek ide rám! Amikor ér téged egy kihívás, akkor ne ijedj meg, mert az a kihívás az tulajdonképpen azért is ér téged, mert arra a kihívásra, arra a helyzetre Isten már az örökkévalóságban elkészített egy tervet, elkészített egy szabadulást, elkészített egy megoldást, értitek? Tehát Istennek van egy terve a te életeddel és az enyémmel és mindannyiunkkal az örökkévalóságban. És ez a terv ez úgy teljesedik be, hogy átmegyünk próbáról próbára, kihívásról kihívásra. És a kihívásokban, ha te benne tudsz maradni a kihívásba, és nem akarsz belőle idő előtt emberi megoldás által kijönni, akkor egy adott pillanatban megjelenik az Isten, belejön abba a kihívásba, miről beszéltem. Azt az alapelvet mondtam, hogy fogod a fát és bedobod a vízbe. Emlékszel még rá? Tehát belejön Isten abba a kihívásba, és rá fogsz arra jönni, valamilyen formában kapsz kijelentést Istentől arra nézve,
hogy abban arra a kihívásra, arra a nehézségre, amiben benne vagy, a megváltás által Isten szabadulást készített. Ekkor dobtad be a fát a vízbe. Haló? Hallasz engem? Kiabálnom kell, és nem tudom, hogy miért. Tehát bedobod a fát a vízbe. Na mindegy, oké, értitek. A legtöbb esetben, vagy nagyon sok esetben elkövetjük azt a hibát, amit Ászá elkövet. Például más király is elkövette ezt a hibát. Például amikor, mi volt az, Lali, segíts, amikor Akhábnak Isten a kezébe akarta adni a szíriai, vagy Ben-Hadádot, ugye, vagy a szíriaiakat, és ő meg elengedte őket. Békét kötött velük, szövetséget kötött velük. A legostobább döntést hozta. Azt hitte, hogy egy emberi megoldás által végleges békeszerződést, örökkévaló békeszerződést tud velük kötni. De ostoba volt, hát Isten a kezébe akarta adni őket, és az volt az akarat, hogy írtsa ki őket mindegy szárig. Nesze neked humanizmus, meg rasszizmus, meg egyéb ilyen dolgok. Csak egy ilyen zöld mozgalmár feminista ne hallgassa most ezt. Na mindegy. Szóval értitek. És ugyanez volt a probléma egyébként Ászánál is. Például Ászánál azt hiszem volt egy másik esete, mikor az izraeliek ellen hívta segítségül egy másik nemzetnek a királyát, annak a nemzetnek a királyát, akit az Isten szintén Ászának a kezébe akart adni, ahol volt olyan ostoba, hogy azzal szövetséget kötött, azt hiszem talán pont az asszírok voltak, ha jól tudom. Drága testvérek, én elhiszem, hogy a tudomány nagyon sok mindenre képes. Fölvágjuk, kivágjuk, kitesszük, betesszük, beteszünk valami másikat, összevarjuk, elindítjuk. Ha megint nem működik, megint kivágjuk, kivesszük, betesszük, összevarjuk. De azért ne haragudj, ha már 625-ször ugyanezt a műveletet végrehajtottuk, és még mindig ugyanazt az eredményt hozza létre, hát akkor ott el kell gondolkodni az, hogy ez a babrálás, ez mennyire az Isten akarata, értitek? Például csak egy példát mondok nektek, hogy a szemészet területén is a következő évtizedekre hatalmas áttörést várnak, nagyon komoly tudományos áttörést. A vakok látni fognak. Valaki megnézte az én leleteimet, és azt mondta, hogy én még ebből is kivétel vagyok. Tehát én nekem ezen a területen se lesz szerencsém. Tehát akkora áttörés nem lesz még, hogy az engem elérjen. De hadd mondjam el nektek, hogy Ábrahámnak legális lehetősége volt arra, hogy Hágárral lefeküdjön, és gyereke szülessen abból, mert akkor az akkori, a társadalomnak az akkori szokásai, az akkori civilizáció ezt lehetővé tette. És Isten nem dorgálta meg Ábrahámot. De mind a mai napig tartó hatalmas károk keletkeztek ebből a 5, 10, 15, nem tudom hány perces műveletből. Testvérek, nagyon sok mindenre lehetőségünk van a 21. században. De ha Istennel ezekben a lehetőségek között a 25. helyen számolunk, és nem az első helyen, óriási károkat fogunk okozni magunknak. És Ászá ezt a hibát követte el. Nem az volt a baj Ászánál, hogy ő az orvosokhoz fordult, hanem az volt a baj, hogy nem fordult az Úrhoz, és ehelyett fordult az orvosokhoz, értitek? Lehet, hogyha az Úrhoz fordult volna, lehet, hogy az Úr azt mondta volna, neki hívja egy orvost, és meg foglak gyógyítani az orvoson keresztül. Érzitek a különbséget, hogy mit akarok mondani? Tehát, amikor te egy adott helyzetben, egy adott szituációban nem az Úrhoz fordulsz, hanem egy emberi megoldás az, ami kézen fekvőnek tűnik, és ott van előtted. Hát, testvérek,
többek között ezért nem élünk át csodákat. Mert a csodák azok nem a mi elgondolásaink szerint történnek, hanem a csodák mindig Isten útjain történnek. Isten útján és Isten útjain, mert Dávid az Úr útjairól, ösvényeiről is beszél többes számba, tehát ezért merek így fogalmazni, a csodák mindig Isten útjain történnek. A csodák mindig olyan úton történnek, amin Isten akar vezetni téged, és nem azon az úton, amin te akarsz járni, és be akarod hívni Istent, hogy jöjjön arra az útra. Miért? Azért, mert a csodák azok tulajdonképpen semmi más, most idézőjelbe téves idéz, semmi más, csupán Isten tervének a folyamatos megvalósulása. Csodák. Ami úgy a mennyből nézve nem csoda, csak itt nekünk csoda. A mennyben a Gábriel az nem mondja azt egy csodánál, hogy azt a mindenit láttad? Hát kinőtt a lába, hát én még ilyet nem láttam, hát ez döbbenet. Hát a mennyben nincs ilyen csodálkozás. A mennyben valószínűleg azon van csodálkozás, hogy ezek mit csodálkoznak ezen itt a Földön. A csoda Isten útján történő, tulajdonképpen isteni tervnek a megvalósulása. Semmi más, tehát amíg te az Isten útján jársz, addig van esélyed, hogy átéled azokat a csodákat, amiket Isten előre elkészített, és nem azokat a csodákat, amiket te készítettél el előre. Mi a módja, mi az útja, mi az az alapelv, amin keresztül ezek történnek? 4 Mózes 21-hez lapozzatok. 4 Mózes 21, 6-tól 9-ig. Egy nagyon érdekes ige szakasz, közismert, de egy érdekes dologra felhívom majd a figyelmeteket. 4 Mózes 21, 6-tól 9-ig, imit fordításban. Erre rábocsátotta az örökké való a népre mérges kígyókat, és megmarták a népet, és elhalt sok nép Izraelből. És eljött a nép Mózeshez, és mondták, vétkeztünk, mert beszéltünk az örökké való ellen, és ellened. Imádkozz az örökké valóhoz, hogy távolítsa el tőlünk a kígyókat, és Mózes imádkozott a népért. És mondta az örökké való Mózesnek, készíts magadnak egy kígyót, és tedd azt póznára, és lesz minden megmart, ha arra néz, életben marad. Mózes készített egy részkígyót, és rátette a póznára, és volt, ha megmart a kígyó valakit, és azt tekintett a részkígyóra, akkor életben maradt. Amen. Tehát a történetet ismeritek, azért nem olvastuk fel az egészet, Izrael népe zúgolódott, és ezért a kígyók ott a sivatagba, lehet, hogy előtte is ott voltak, én nem tudom, de elkezdték őket megmarni, és sokan meghaltak. És oda megy a nép Mózeshez, és azt mondja, hogy imádkozz értünk, oké, mi megtérünk, stb., bocsánat, elnézést, imádkozz értünk, hogy Isten távolítsa el a kígyókat. Figyeljetek, feltűnt nektek valami? Isten nem távolította el a kígyókat. A kígyók ott maradtak, ahogy a Gyurcsány mondta, hogy a kígyók kígyóztak. Ugye ezt mondta a választások után, kígyók kígyóztak. Hát a kígyók valóban ott kígyóztak, és az alapelv itt is hasonló, hogy Mózes az Úrhoz kiáltott, ugye az Úr mutatott neki egy fát, ugye olvassuk ezt a 2 Mózesbe, itt is olvassuk, Mózes imádkozott, és Mózes kapott kijelentést arról, hogy készítsen el egy részkígyót, és azt tegye fel egy póznára. Ennek van egy nagyon fontos üzenete, az első üzenet. Sablonok által nem tudsz meggyógyulni. 2. Az igének a mechanikus mantrázása által nem tudsz meggyógyulni semmiből. 3. Ha bebeszéled magadnak, hogy az a betegség, vagy az a fájdalom, vagy az az akármi, ami benned van, az nincs is tulajdonképpen, ezáltal sem tudsz meggyógyulni. 4. Alapelv.
Imádkozik érted egy nagykenetű testvér, az esetek többségében nem biztos, hogy meg fogsz gyógyulni, mindig van kivétel, mert a kenet működik, és hiszünk ebbe, de sok esetben nem fogsz meggyógyulni. Miért? Azért, mert itt van leírva az alapelv. Mózes imádkozott, neked is imádkoznod kell. Imádkoznod kell egészen addig, amíg nem kapsz egy kijelentést arról, hogy mi van. Hallod? Tehát nem az van, hogy egyszer imádkozom, mennyei atyám, hálát adok, add meg, amen. Lehet, hogy hetekig, hónapokig kell imádkoznod. Imádkoznod kell, napra készen kell élned, ahogy a Klaudia mondta pár héttel ezelőtt. Ha fájdalomban, betegségben vagy, akkor ne Kínáért, ne Iránért, ne Afganisztánért imádkozzál, imádkozz magadért, nem szégyen, mert az egyház ezáltal is épül. Értsd meg, ha te meggyógyulsz valamiből, azáltal én is épülök, akkor is, ha nem tudok róla, mert a szellemvilágban minden mindennel összefügg. Tehát imádkozz magadért bátran, ne engedj annak a vádlásnak, károsztatásnak, hogy milyen önző vagy, nem vagy önző, mert benne vagy egy helyzetbe, benne vagy egy szituációba, muszáj magadért imádkoznod, mert ez része az Isten helyreállítási tervének, hogy kigyógyuljál. Imádkoznod kell addig, amíg nem kapsz kijelentést. Értsd meg, kijelentésre van szükséged. Kijelentés által tudod átvenni, kijelentés által tudod megérteni az a világosság, amire szükséged van, nem mechanikus emberi hit által fog beléd jönni, hanem kijelentés által. Kijelentés kell kapnod arról, hogy meggyógyultál. Persze kell egy alaphit, amiről beszéltem, hogy azért az újjászületett ember azért csak elhiszi, hogy az Isten igéje igaz, és ebből a valóságból kiindulva áll neki imádkozni. Meg abból a valóságból, hogy megigazultam, tehát mehetek az Isten elé bátran, a szívem nem szabad, hogy vádoljon engem, mert megigazultam, igaz vagyok. Szólás szabadságom van az Isten trónja előtt. Legalább ennek az alapvető hitnek meg kell lenni, mert újjászülettél. De azon felül egy adott helyzetre, egy adott szituációra való megoldáshoz speciális hitre van szükséged. Világosságra van szükséged. Világosság kell arról, hogy meggyógyultál. Világosság kell arról, hogy megszabadultál. És kérlek, addig ne hagyd abba az imádkozást, amíg ezt a kijelentést át nem vetted a Szent Szellemtől. Ugyanezt kellett Mózesnek is tenni. Nem tudom, hogy Mózes meddig imádkozott. Lehet, hogy sokáig. Lehet, hogy hosszú ideig. Nem tudom. És addig emberek haltak meg. Hát ez van, sajnos. Addig emberek haltak meg. És Mózesnek le kellett erről venni a tekintetét, és át kellett emelni a tekintetét a mennyei valóságra, miközben az embereket marták meg a kígyók. És Mózesnek imádkoznia kellett. És egyszer csak jött a kijelentés, hogy a rézkígyót kell, készítsd el, és tűzd fel, rakd fel egy póznára. És Mózes föltette ezt. És aki arra hit által ránézett, az meggyógyult. Nem távolított el a Isten a kígyókat. A kígyók ott maradtak a sivatagban. Nem távolít Isten el rengeteg problémát. Nem távolítja el Isten a föld légköréből a démonokat. Nem távolít el Isten nagyon sok dolgot. Előfordulhat, hogy menet közben megmarnak bennünket bizonyos dolgok. De te indulj el a te rézkígyót felé, aki Jézus Krisztus. Indulj el Jézus Krisztus felé, és valahogy közel kell kerülnöd Jézus Krisztushoz, hogy föl tudjál rá nézni. És akkor jön a gyógyulás. És nekem ez, ami most a héten föltűnt, hogy Isten a kígyókat nem távolította el. Azt olvassuk, hogy nem azt olvassuk, hogy és a kígyók elmentek, és többé nem kígyóztak. Hanem azt olvassuk, hogy és akit a kígyó megmart, de föltekintett arra a rézkígyóra, az meggyógyult. Tehát a kígyók ott maradtak, de volt egy lehetőség, megmart a kígyó, volt egy lehetőség, és valószínűleg, hogy ott mi van, hogyha nagyon messze volt az a,
az a részkígyó, akkor hitáltal el kellett indulni. Lehet, hogy valaki a tábornak a szélén volt, és megmarta a kígyó. És gondolom, ez a tábornak a közepénre volt fölhelyezve, sejtem én, gondolom én, hát biztos Mózes úgy cselekedett, hogy mindenki számára mindenhonnan ugyanolyan messziről elérhető legyen, akkor oda be kellett menni oda, és el kellett oda indulni. Hány percen van még? Hány óra van? 4:48. Két igét mutatok nektek, és ez lesz a zárás. Először lapozzatok János 9:6-7. Utána pedig János 14:4-6-ig. János 9:6-7. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákent a sarat a vakon született ember szemeire. Majd így szólt hozzá, menj el, mosakodj meg a Siloán tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. János 14:4-6. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így válaszolt hozzá. Uram, nem tudjuk, hová megy. Honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszol. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Amen. Figyeljetek, figyeljetek. Ugye azt mondtam nektek az előbb, hogy valószínűleg ez a részkígyó, én így sejtem, hogyha olyan messzeségben volt tőle valaki, és megmarta a kígyó, és nem látta a részkígyót, hiába nézett föl, el kellett felé indulnia, hogy rá tudjon nézni. El kellett indulnia egy úton. János 9:6-7. Jézus meggyógyítja a vakot. Hogyan gyógyítja meg? Ráköp a földre, nyálat csinál a homokból, ugye sarat csinál, rákeni a szemére, majd megfogja a vakot, megfogja a kezét, és gyere, megyünk a Siloán tavához. Nem. Jézus nem volt ilyen humánus. Ő nem volt gyógypedagógus. Kedves gyógypedagógus bácsi. Emlékszem, gyerekkoromban Zsiga bácsi, nem találtam el a WC-re, Zsiga bácsi megfogta a kis kezemet, oda vezetett a WC-hez. Nem. Jézus azt mondta a vaknak, indulj el. Úgy, hogy még vak volt. Hallod, amit mondok? Tehát Jézus, ugye ma ezt valaki meglátna, azt mondja, ez egy utolsó, milyen, azt mondta a vaknak, hogy ha ilyen szemét, kegyetlen, azt a mindenit. Mint ahogy a Wigglesworth-re is mondták, mikor gyomorba vágta a beteget, és az meggyógyult, hogy micsoda egy hú. Tudjátok, Lalival beszélgettem erről, hogy elgondolkozom, hogy mi lett volna, ha Jézus tanítványai között ott lettem volna, mondjuk a 12 között. Hát egy, vakon nem maradtam volna, tehát biztos azonnal meggyógyultam volna. De ha mégis, tehát eljátszottam ezzel a gondolat, hogy mégis, tehát mi lett volna, ha Jézus csak a földi élete vége felé gyógyított volna, meg mondjuk pont még a halál előtt valamikor. És mondjuk, tudjátok, volt az a történet, hogy be kellett szállni a csónakba, és át kellett menni, és ott vihar volt, stb. És én azt gondolom, hogy amikor Jézus mondta a tanítványoknak, hogy szálljatok be a csónakba, tudjátok, én azt gondolom, hogy Jézus nem. Tehát hogy fogalmazzak? Tehát nekem nem egy ilyen nyálas, egy ilyen szendergő, egy ilyen nem tudom milyen Jézus képen van. Én azt gondolom, hogy Jézus oda jött volna hozzám, és azt mondta volna, figyelj, be kell szállnod, szállj be, és a többiekkel együtt kell menned neked is. Egy teljesen más, tehát ez eleve egy zsidó rabbi, ha láttunk volna egy zsidó rabbit, hogy milyen volt egy zsidó rabbi a Közel-Keleten 2000 évvel ezelőtt, hát elhűlnénk. Ezek nem olyan emberek voltak, nem ilyen humanista
LMBT-sek, vagy mit tudom én kik, BLM-esek, vagy nem tudom, nem ilyenek voltak. Jézus egy normális ember volt. És azt mondta a vaknak azt mondta Jézus, indulj el. És ennek a vaknak oda kellett menni. És érdekes, oda talált. Ebből én azt gondolom amúgy, hogy szerintem ő tudta, hogy hol van. Tehát ő el tudott oda menni. És nagyon érdekes, tudod, Jézus sokszor azt mondja, indulj el egy úton, azon az úton, amit ő mondja, hogy indulj el. De nem a te utadon, az ő útján, indulj el. El kell indulnod úgy, hogy még vak vagy. Úgy, hogy még nem jött el, még nem látod a megoldást. Csak kapsz valamit Jézustól, indulj el! Indulj el! Akkor, amikor még nincsen semmi. Látszólag. És amikor ez az ember megmosakodott, látott. És visszajött, és látott már. És a János 14-ben azt olvassuk, hogy azt mondja, most figyelj, azt mondja Jézus, hogy ti tudjátok az utat. Hallod, amit mondok? Azt mondja Jézus, hogy tudjátok az utat. Ez a vakember is tudta az utat. És azt mondja Jézus, ti tudjátok az utat, és akkor mondják a tanítványok, hát nem tudjuk. És akkor mondja neki Jézus, hogy dehogy nem tudjátok, én vagyok az út, és az eredetiben nem igazság, hanem a valóság és az élet. Én vagyok az út, a valóság és az élet. Jézus a valóság. Mit jelent az, hogy Jézus a valóság? Azt jelenti, hogy te meggyógyultál. Hát ez a valóság. Ha Jézus a valóság, akkor az nem azt jelenti, hogy te beteg vagy. Ha Jézus a valóság, azt jelenti, hogy meggyógyultál. Tudod, mi a mi problémánk? Materialisták vagyunk. Mi mindig abból indulunk ki, ami nincs. Sokan ezért nem hiszik, hogy meg tudnak nősülni. Sokan ezért nem hiszik, hogy lesz férjük. Sokan ezért nem hiszik, hogy lesz, mit tudom én miük, meseautójuk, vagy nem tudom. Mert abból indulnak ki, hogy nincs. De Jézus önál van. Érted? Jézusnál van, mert ő a valóság. És ha az ő útján mész, akkor ott van. Érted? Van. És a zsidó 11-ben is azt olvasod, hogy amikor aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő van. A van az nem csak azt jelenti, hogy létezik, a van az azt jelenti, hogy most van. Tehát most, amikor te most szükségben vagy, és te elé járulsz, akkor ő most van a te számodra. Most van a te számodra a gyógyulás. Most van a te számodra a szabadulás. Csak ahhoz, hogy oda el tudjál jutni, ahhoz kell kijelentés, ehhez kell a Szent Szellemnek a segítsége. Eddig a mostig eljutni, az sokszor egy idő tényező. De ebben ki kell tartani. És testvérek, én erről szerettem volna ma nektek beszélni, hogy ezt az alapelvet, ezt az élet bármilyen területén tudod használni. Tehát ne fókuszáljatok csak a betegségből való gyógyulásra, hanem mindenféle gyógyulásra fókuszáljatok. Pontosabban Jézusra fókuszáljatok, de ez mindenféle gyógyulásra alkalmazható ez. És tényleg egy záró gondolat, hogy sokszor tudjátok, aki prédikál, az is egy olyan nehéz helyzetben van, hogy arról kell beszélni, ami a látható világban még nincsen. De az a láthatatlanban ott van. És tudjátok, ez számomra is egy hitpróba, egy hit kihívás, ami nem tudom, hogy meddig fog tartani. De amiről beszéltem, és amiről beszélek, az van. Az az Isten ígéje szerint ott van az én életemben is. Akkor is, ha a tapasztalataim jelenleg ezt nem támasztják alá. És kérlek benneteket, ne a tapasztalatokra figyeljetek, hanem Isten igéjére. Amen. 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 Amen.